Mozgalmas az élet a hatvani főtéren. A karácsonyi vásár forgatagában kürtős kalács és forralt bor illat száll, mindenki az ünnepre és a koncertre készül. Mindemellett a jégpálya is töretlen népszerűségnek örvend. Folyamatosan róják a köröket a korizók. Szombat este pedig a színpadon a Children of Distance csapata lépett fel. A három srác egy hip-hoppal foglalkozó internetes fórumon ismerte meg egymást, és szintén a világháló segítségével váltak népszerűvé. Dalaikra, rendre millióan kíváncsiak. A főtér megtelt fiatalokkal, akik kivétel nélkül az összes szöveget a fiúkkal együtt énekelték végig. Óriási ováció fogadta őket, a közönség lelkesen, interaktív módon kapcsolódott be a koncertbe. Nagyon jó volt egyébként a hatvani közönség, szeretünk ide járni. Nem emlékszem, mikor voltunk itt utoljára, Petikém. Szerintem 4 éve. Sőt, nekem meg is van egy plakátom, amin SP, Lola, meg mi voltunk. Nekem meg is van egy felvétel arról a buliról, és az amikor 10 évesek leszünk, én azt tervezem a srácokkal, majd megnézzük együtt közösen. Minden... Ami június 2-án lesz, akkor leszünk 10 évesek, valamint készülünk a zenekarunkkal, mert jövőre már azért nagy részt élőben fogunk fellépni. Készülünk a zenekarunkkal egy nagy születésnapi meglepetésre is majd, ahol egy ilyen hosszabb hangvételű koncert lesz rengeteg közreműködővel, addig is pedig koncertezünk és járunk fellépni. A csapat egyik tagja, Hórusz Szücsiben él, így jól ismerte a várost. Alig várják, hogy újra felléphessenek 60-ban.